Sziasztok, a Szerencsevadász vagyok, és folytassuk a Dominiktól kapott jótékonysági sorsjegyeknek a kaparását. Rengeteg sorsjegy van még előttem, a mostani videóban akkor ezekben most egyedül fogok lekaparni. Bukszát. Óriási kereket. Szuperbankót, jöjjön valami 300-as is, hoppá, mondjuk innen kikapok egy fáraó kincsét, majd nézzük egy 1500 forintos biliárdot, és választok még egy sorsjegyet, ami nem más lesz, mint a kiskerék. Ezeket a sorsjegyeket kaparom le, kíváncsi vagyok, hogy mennyi fog bejönni, Danikának fognak menni a nyeremények. És hát lesz még egy pár rész ebből a nagy kupacból, mert hogy Dominik nagyon nagy lelkű volt. Na nézzük akkor a sorszámokat. 024, 074, 024, 024, beszarás, 024. Csak úgy nem nézegettem a sorszámokat, mégis ennyi 24-est választottam. És van még 1-es és 22-es, hát az 1-essel kezdünk. Egy pakli első darabja. Reméljük, hogy nyerő lesz. Első játékon a nyert szónak kéne kijönnie valahol. Azt mondja, legközelebb. Kis híján. Hajszál híján. Drukkoljatok, jó helyre megy a nyeremény szinte, csak jöjjön sok, meg egy nagy nyeremény is legalább. Közel volt, jöhet több is. Majdnem. Talán máskor. Nem talált, és nem jött az a fránya, nyert. Hát, ha a következő, azt mondja. Hát, ha a következő játékon, még ez a sorsjegy is nyerhet. Mázdi szó betűj kell, és az E az nagyon jó, az M az jó, az A az jó, na, menjünk így tovább. Ó, az nem, meg az Y se, Zámoi, az nem Mázdi. 3-1 az összeget keresünk, 2000, 1000. 2000, az jöhet, gyere 2000. Az 1000-es is jó lenne. 1000 vagy 2000. 500. És nem jó. 50 000, sajnos nem sikerült 3-1 kornát találni. Hát akkor a 0-0-1-esünk az éppen nem volt most nyerő. Itt egy C betű. Meg egy N, meg egy H. Nagyon különböznek ezek a betűk sajnos. Elinnen. De volt nekünk itt 300 forintos sorsjegy is. Nézzük meg, hogy sikerül-e a piramisokban teljes sort kihozni. Akár egy, akár több sor jöhet, akár egy, akár több piramisban. És a 60-as számmal kezdünk, amiből hirtelen egyet látok. Minden szám szerepel legalább egyszer, de akár mind a három piramisban is ott lehet. 17-ből 2 is van. Egy 21-es, micsoda jó kis szerencse szám. Ebből se csak egy van, és a harmadik piramisban ott viszont nem látok. 1-eske. Itt van a sarokban lent. 13. Hopp, 13. Kétszer van. Most meg a 18-as kell lekaparni. Azt egyszer találok. 49 a következő, egész jó helyen már van is egy 49-es, és van még egy 49-es. Egész jó haladunk. 71, jöhet egy 70-es, és akkor egy 1000-esünk rögtön lesz. 71-esből is 2 darabot találok. 94, szép nagy szám. Csak hol bujkál? Itt bujkál. 67-es. Egy van. Bond, James Bond, a 007-es. Abban is egyet látok. A következő pedig a 9-es. Abból nem csak egyet. 88. Hú, a 89, de jó lenne, hogyha most hirtelen így beficzenne. 88-ból 2 van.
37. Egy van. 65. Olyat is találhatunk. Kerek 30. Negyvenhárom. Inkább jött volna a 34, igaz-e? Az rögtön nyereményt eredményezett volna. 8-as. Ott a 8-as, jöhet a 46, 10 000-ért. Erre 35, miért nem 34-et? Szóval 35-öt ad, azt is lekaparjuk. Majd jön egy 96-os. Amiből egy van. Na, a bónuszszámokkal kell akkor nyerni. Kerek 40. Hol a 40? Itt a 40. Utolsó szám pedig az 5-ös. Oh, ez nem jó. Úgy leszik, nem nyert. Megyünk tovább. K, I, O, H. Különbözőek. Akkor ezt is elrakjuk. Van még 500-os sorsígyünk. Következő egy szuper bankó. Ne légy bankó. Első játékon számegyezés kell, az egyet és a nyolcat keressük. 6, 16, 1, 1, 1, bizony, 1, yes, nyerő sorsjegy. 17, 11, és 7. Nézzük, hogy lesz-e két egyforma szimbólum egy sorban. Kulcs és pénzkötőeg, arany és gyémánt, forintos zsák és patkó. Nézzük a három egyforma szimbólumot, nem kell kötésben lennie. Két kupa és egy gyűrű, kell egy harmadik kupa, gyöngy, gyűrűből is kettő van, drágakő, óra, korona, és egy nyaklánc. Összegből is három egyformát keresünk. 1000 és 5000. 5 millió és 5 millió, 10 000 és 50 000. Akkor nézzük, hogy 1000 forintért jön-e a pénz. Érme, autó, bank, persely, kassa és egy tárca. Az nem jött, de nyerő a sorsjegy. Itt az egyes megegyezik az egyessel, a nyeremény pedig 1000 forint. Yes, nem alapnyereményt adott. Szeretjük az ezres nyereményt 500-as sorsjegyen. S betű. Szuper jó, vagyis... Csak így tovább, nézzünk 1000 forintos sorsígyet. Buksa. Jó buksa lesz ez. 10 játék, kétféle, háromazonos összekeresés az elsőn, illetve a páratlan játékokon, a páros játékokon pedig 3 egyforma szimbólumot kell keresni. És itt van egy 5 millió, egy 10 ezer és még egy 10 ezer. 50 millió, 50 ezer és 50 ezer. Nem volt három egyforma, gyémánt, gyűrű és egy kulcs, lóhere kulcs, gyere kulcs, gyűrű, táska, érme és kulcs, kulcs, táska és érme, mindenből kettő, nem nyerő, nem jó, 1000, 100 000 és 50 000, 10 000, 10 000 és 100 000. Megyünk a másik oldalra, ahol van egy ezres, meg egy 100 000-es, 50 milliós és egy másik 50 milliós, földi jó lenne, 5000, de most nem jön 100 000. Gyémánt, gyémánt, kulcs, bőrönd, egy lóhere, gyere gyémánt, nem jön, lóherét ad. Arany, táska és arany. Gyere arany, gyere arany. Egy érme, egy lóhere és még egy érme. Ennyi, ennyi. Hagyjál valamit. 5 millió, 10 ezer és 1000. 50 millió, 50 millió és 10 ezer. Két játék maradt. 5 millió. 5 millió, na ebből kell még egy. És jön, és jön. Egyel több a nulla. 50 millió. Na majd most. Megint 50 millió. Na akkor most adjál valami milliósat, és biztos jó.
Hát ez nem az, ez 50 ezer, és... Á, ne, 100 ezer. Utolsó játék. Arany, lóhere és gyűrű. Arany, gyűrű és gyémánt. Ez nem volt nyerő, sajnos. Na nem baj, megyünk tovább, van még két sors, így hát majd azon, illetve utána meg még rengeteg sok sors lesz, amin azért lehet majd nyeregetni, reméljük szépeket, de a következő kettő közül is remélem, hogy lesznek nyerőink, T és a Tata. 1500 forintos biliárd sorsjegyet kaparok. Nézzük először is a biliárd golyszikat. A nyerő számokat 14, a 27 és a 29. Egyező kell 22, 21, 12, 20, 25, 13, 17, 15, 16 és 23 nem volt egyezés. Nézzük, hogy jön a két pénzköteg egy sorba. Lámpa, burger és korona, szorzó pedig egyszeres. Kis egyszeres szorzó van, és sör, kocka és zseton, hát eddig egy darab pénzköteg nem volt, jöhetne kettő. Egyszeres pénzért megyünk, érem, gitár és egy pénzköteg, hát eddig csak egy van, na akkor kettő kell most. Egyszeres pénzért, pénzköteg, na még egyet, valahova, gyere pénzköteg! Mobil, gyereköteg, pénz, és ott a pénzköteg, yes! Nyerő, sorsjegy, hú-hú! És akkor még van csillagkeresésünk. Hát ez egy sakk figura, egy low, egy koktél és egy zsák, na mennyi az annyi? 1500! Hát az alapnyereményt adta, de már így 2500-unk van, és van még egy sorsjegy. Még egy sorsjegy, egy óriási kerék. Nézzük azt a fenekereket, gyere, nyert! Azt mondja, nem talált. Talán máskor. Közel volt. Legközelebb. Hát, ha a következő. Próbálja újra. Kis híján. Szinte. És hajszál híján. A nyert az nem jött, de van még lehetőségünk. 3-1 forma összeg. 40 ezer. 40 ezer és 1 millió. 1 millió, 10 ezer és 10 ezer mindenből kettő. Mázli szó betűi. B-vel kezd, B-I-Z és egy S. Bázis. Kijött a bázis, de az nekünk nem jó. Három azonos számot kell találni a következő játékon soronként, vagyis hogy valamelyik sorban pontosabban. Ha minden sorban az lenne a legjobb, de hát egy sorban is elég lenne, csak nyerjünk. 34, 22, 40, nem egyformák. 35, 39 és 20. 29, 26, 38, na gyerünk, ott a 3 egyformát. 28, nem lesz, 36 és 27. A szorzó az 10-szeres, akkor egy pénzes zsák nagy nyereményér. Gyűrű, drágakő. És egy karkötő, sajnos nem jött be. Oha, hát akkor majd a következő részekben reméljük több jött, de így is növekszik akkor a karácsonyra gyűjtendő jótékonysági összeg. T és... mi az ott egy H? Hát igen, különböző betűk, sajnálom. Nem nyerő sorsjegyek hada, 4 darab. Végül is nem is annyira a hada, mert 6-ból két nyerő sors, így az nagyjából megfelel az átlagnak. És 2500 forint vissza is jött. Reméljük, hogy sokkal-sokkal fog még gyarapodni ez az akció. Mindenkinek köszönjük szépen, aki támogatja ezt a dolgot. Dominiknak különösen, mert nagyon örömmel kaparom le ezeket a sorsjegyeket. És hát így még lesz egy pár rész, hála jó Istennek. Köszi, hogy velünk voltatok. Iratkozzatok fel, nyerjetek nagyokat. Legyen szerencsénk. Sziasztok!